kutatási munkákra kötődik. A jelenlegi önkormányzat működésének egyik kiemelkedőnek mondható tevékenysége, hogy gazdagította a város vagyonát. Nem volt szükség a költségvetés egyensúlyának tartása érdekében eladásra, hangzott el a testület ülésén. Az elmúlt esztendőben, illetve 2 évvel ezelőtt az önkormányzat megvásárolt, ugye az akkori börtön esetleges megvalósítási helyszínéért közel 20 hektárnyi szántó, illetve erdőterületet, gyarapítva ezzel az önkormányzat vagyonát, illetve most talán egy régi álmunk és vágyunk valósulhat meg azzal, hogy Vátaszék egyik legrégebbi épületét, a számvevőszéki irodát, vagy ahogy mi hívjuk a TS irodát, sikerül az önkormányzatnak megvásárolnia. Ebben az ingatlanban már az önkormányzat egy kicsit betette a lábát egy pár évvel ezelőtt, amikor az emeleten ki tudtuk alakítani azokat a kiállító tereket, amelyek az értéktár kiállítását, illetve egyháztörténeti, illetve hadtörténeti kiállítást biztosítanak. Most ezzel, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülhet, megnyílik a lehetősége arra, hogy adott esetben ezeket a kiállító tereket növeljük. De alapvetően a képviselőtestület azt a döntést hozta, hogy 19-ben végig gondoljuk, hogy ennek az épületnek valójában milyen funkciót is szeretnénk hosszú távon biztosítani, és hát nagy valószínűséggel 19 év végén az újonnan felálló képviselőtestület hozza meg majd a végleges döntést. Tervek persze most is vannak a hasznosítást illetően. A kiállító területek bővítése mellett a város marketinget szolgáló helyiségek kialakítása van a tervben. A középső térben adott esetben elképzelhető lenne, hogy egy olyan vendéglátóhely kerüljön kialakításra, ami nemzetközi kapcsolatok szempontjából fontos lenne, hogy a város központjában legyen egy ilyen lehetőségünk, illetve az épület rendelkezik egy olyan pinceadottsággal, ami talán egyedülálló. Itt több elképzelés is a fejünkben van. Egyrészt egy magántulajdonban lévő kiállítás vagy gyűjteményt szeretnénk adott esetben, vagy lehetne ebben a helyiségben elhelyezni, de még az sem kizárt, hogy mivel a borvidéken vagyunk, egy bor trezort próbálnánk ott kialakítani, és hát a borkultúra és a borok népszerűsítésre alkalmas teret biztosítani ebben az épületben. A székelyek kálvádiájának talán vége szakad Vátaszéken azzal a döntéssel, hogy székelyház létesülhet a településen. A képviselőtestület maximálisan támogatja az elképzelést, nem csak elvi oldalról, hanem olyan tekintetben is, hogy egy tulajdonában lévő ingatlant is fel kíván ajánlani ennek a célnak a megvalósítása érdekében. Ez az épület nincs annyira jó állapotban, tehát nagyon-nagyon sok munka kellene ahhoz, hogy ezt valójában ennek a célnak megfelelően át lehessen alakítani. De úgy gondolom, hogy a székelyekben van annyira közösségi összefogás, hogy egyrészt élő munkával és szervezéssel ezt meg tudják oldani, illetve hát bízunk abban, hogy a Bukovina Székelyek Országos Szövetsége, illetve a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság is fontosnak érzi majd azt, hogy Vátaszéken, ahol igen sok bukovinai székely letelepítése történt meg 70 évvel ezelőtt, az ő életüket, történetüket bemutató ház tudja megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. A testület arról is döntött, jövőre munkalehetőséget biztosít a megváltozott munkaképességűek számára. 2 olyan intézmény van, ahol 25 fő feletti a dolgozói létszám, és annak érdekében, hogy a rehabilitációs hozzájárulást ne kelljen fizetni, lehetőség van megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására, természetesen ezzel él ezzel a lehetőséggel az önkormányzat. Egyrészt a hivatalban továbbra is 1 fő 4 órás és 1 fő 5 órás foglalkoztatására kerül majd sor, ahogy az idei évben is. Az óvodánál a tavalyi évben 3 fő 4 órás foglalkoztatására került sor. Most lehetősége van az önkormányzatnak, hogy ezt 1 fővel bővítse, tehát a jövő évben 4 fő 4 órás fog dolgozni megváltozott munkaképességűként az óvodában.